teljesen mindegy, hogy milyen nemű az az író, hogyha az a regény jó. És euh, én úgy érzem, hogy ez az, amit az olvasók is keresnek. Többek között a női és férfi irodalom közötti különbségi szóba került az idei sorrendben negyedik Gárdanyi körrendezvényen, amelyen már kilenc magyar történelmi regényíró vett részt. Az esemény elődje egy 2015-ös Egri íróolvasó találkozó volt, amelyen az Anzsú sorozat írója, Bíró Szabolcs, illetve a Hunyadi regények szerzője Bán Mór, tartott közös előadást. Gárdonyi körként a Bródi Sándor megyei és városi könyvtár, a Dobo István Vármúzeum és az Eger Vára barátainak köre támogatásával 2016 óta találkoznak két év, amikor hatan voltunk, akkor egy ilyen klasszikus író-olvasó találkozó jellegű beszélgetés zajlott, tehát hogy elkezdtük, hogy ki miért kezdett írni, és a többi, csak hát rájöttünk, hogy ez hat íróval irgalmatlanul hosszú időt vesz igénybe, úgyhogy idén találtuk azt, hogy legyen négy 5 feldobott téma, nem kérdések, nem személyre szólt kérdések, Négy-öt olyan univerzális téma, amihez mindenki hozzá tud szólni, és esetleg még ilyen jó kis parázsviták kialakulhatnak, mert ez nagyon izgalmas tud lenni, meg építő tud lenni. A már említett női és férfi irodalom mellett többek között a történelmi hitelesség, a történelmi regények mai fogadtatása is szóba került. Ennek megvitatásában a már említett két gárdonyi kör alapítón kívül, Bónis Robert, Fábián Janka, Fonyódi Tibor, Izolda Johánzen, vagyis Dénesi Jődikó, Pusztai Andrea, Trux Béla és Vadás Szilárd vett részt. Az írók vita után irodalmi piknik várta az érdeklődőket, amikor is bárki szabadon beszélgethetett az írókkal és dedikáltathatta saját könyveit.